Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig a Korkapcsolás mai adása dr. Robert C. Kastel biztonságpolitikai szakértővel, aki már itt van velünk a Skype túlsó végén. Szervusz, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Jó reggelt kívánok egy napos Jeruzsálemből. Mostantól szerintem hosszú heteken át azt fogjuk hallani, hogy napos Jeruzsálem van, lévén, hogy visszavonhatatlanul kitört a nyár, talán Magyarországon, meg Izraelben, meg egy kicsit előbb. Arra kérjük a kedves hallgatókat, hogy ha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra, már túl vagyunk a 134 ezredik feliratkozón is, amit nagyon szépen köszönünk, és továbbra is örömmel fogadjuk a támogatásaikat a képernyőn látható bankszámla számon és PayPalon keresztül. Ezeket az elérhetőségeket megtalálják a videónk leírásában is. Kvágatlan közönség találkozós felvételekkel, előadásokkal kedveskedünk önöknek, illetve reklámmentesen tudják hallgatni az Ultrahang podcastjait. És most, miközben beszélek, kezdek rádöbbenni, hogy elment a hangom, úgyhogy szíves engedelmükkel megköszörülöm a torkomat. És így folytatom, remélem, hogy most már jó lesz. Vágjunk is bele akkor az aktualitásainkba. Zajlik az orosz-ukrán háború, és úgy tűnik, hogy a frontokon is beindultak a támadások, ellentámadások. Azt hallani, hogy Ukrajnának már vannak részsikerei, kisebb sikerek. A kérdés, hogy ez az összegész szempontjából mit jelent, szóval kezdjük az ellentámadással, hogy látod, mi most a helyzet? Én úgy gondolom, hogy először nézzük meg az ukrán oldalt. Az ukránoknak itt gyakorlatilag egyetlen egy stratégiailag logikus lépése van, az, amit most csinálnak. Tehát minden más, amit látunk, az elviheti őket egy irányba, de gyakorlatilag zsákutcákról van szó. Tehát stratégiailag, hogyha meg akarják, ha ellensúlyozni akarják azt a beépített hátrányt, amit az oroszokkal szemben élveznek, és le akarják zárni ezt, megpróbálni lezárni ezt a háborút valahogy, ez egyetlen dolog, amit most tesznek, ezt csinálhatják. Mindenféle spekulációk, hogy talán újra Bakhmut, vagy esetleg Belgorod irányába megtámadni Oroszországot, ezek nagyon kreatív, nagyon szép lépések, csak nem vezetnek sehova. Egy csodálatosan kikövezett utca, amelyik zsákutca tulajdonképpen, nem vezet sehova. Tehát amit most csinálnak, ez a helyes dolog stratégiailag. Az oroszok szempontjából itt két szűk paraméter között kell manőverezni. Az oroszok számára nagy baj, hogy az ukránok jönnek, de az is baj, hogy az ukránok nem jönnek. Tehát az oroszok szempontjából nagyon fontos, hogy ez a támadás ne sikerüljön, mert hogyha az ukránoknak sikerül kitörniük az Azov-tengerig, akkor ez egy stratégiai fenyegetés az orosz háborús erőfeszítés egészére nézve. Viszont az is probléma, hogyha az ukránokat elriasztják háború elején egy túlerős védelemmel, és akkor az ukránok azt mondják, hogy kérem, most nem vagyunk erre fölkészülve, van egy jó kifogásunk is, úgy hívják, hogy a gátszakadás, földindulás, fejemben egy nagy koppanás, úgyhogy akkor inkább nem támadunk, és az oroszoknak ez egy szintén nagy probléma. Az oroszoknak úgy kell ezt a támadást menedzselniük, hogy az ukránok nem törnek át, ugyanakkor meg tudják semmisíteni ezen a fronton itt az ukrán stratégiai tartalékokat. Ezzel akkor azt mondod, hogy az oroszoknak nem az a céljuk, hogy az ukránok visszavonuljanak, hanem az, hogy jöjjenek, és kezelhető mértékben jöjjenek, hogy meg tudják semmisíteni az ukrán hadsereget, vagy kárt tudjanak nekik okozni. Ezt azért kérdezem, hogy felmerül a kérdés, hogy meddig akarja Oroszország vajon engedni, hogy az ukránok áttörjenek. Rögtön az első falunál megállítják őket, vagy esetleg beljebb engedik őket? Hát én ezt először is, ez nem az oroszokon múlik. Tehát ahhoz, hogy tapsoljunk, két kéz kell hozzá, hogy az arab közmondás tartja, amit már sokszor idéztem. Ez az ukránokon is múlik, nem csak az oroszokon. De szerintem a háborún első pillanatai, mondjuk úgy, nem azt akarom mondani, hogy megijedtem, de úgy gondoltam, hogy az oroszok egy kicsit túlméretezték. Tehát az első pillanatban volt ez a kilőtt leopárdok, meg a Bradley Square, meg ezek a dolgok, és azt mondtam, hogy lehet, hogy egy kicsit itt túltolták ezt a dolgot, és hogyha az ukránok most itt leállítják ezt az ellentámadást, hogy takarékoskodjanak az élőerővel, akkor az probléma lehet. Egyébként az miért probléma? Az nem a háború végét hoznál? Nem feltétlenül. Na, azt hiszem, hogyha az ukránok mondjuk most a fejükhöz kapnak, és azt mondják, hogy talán nem kaptunk elég tüzérségi támogatást, a körülmények nem adottak arra, hogy reális esélyekkel hajtsuk végre ezt az ellentámadást, akkor ez az a háború elhúzódik a végtelenségig. Van ott két, a 9. meg a 10. ukrán hadtest jól felszerelve, jól képezve már, amilyen lehet. Ott van a Marun, a taktikai áttörő csoport, szintén egy ilyen elit magasabb egység. Tehát ezek az egységek megmaradnának, ez elhúzhatná a háborút a végtelenségig. Ha Oroszország meg akarja röviden nyerni a háborút, akkor szét kell zúzni ezeket az egységeket. Ez az oroszoknak az érdeke, és itt két szűk paraméter között, két szűk határ között kell mozogniuk.
Visszatérve arra, hogy ugye az elején azt gondoltad, hogy az ukránok túltól, vagyis az oroszok esetleg túl belelendültek ebbe a háborúba. Ugye egy friss hír, hogy egyetlen támadás alatt elvesztették az ukránok a teljes Leopard 2R állomány felét. Friss fotók jelentek meg a Twitteren, melyen az látható, hogy az ukrán csapatok egyetlen roham során elvesztettek 3-at a Finnország által adományozott 6 Leopard 2R aknaszedő harckocsikból, és ugyanígy egyébként más területeken is lehet hallani, hogy például a nyugati csodafegyverek vagy csodaeszközök közül már egyre több esik orosz kézbe. Hát én erről írtam már január 1-én, mikor mindenki áradozott ezekről a csodatankokról, meg a szakértők írták a különleges tulajdonságait ezeknek a tankoknak, meg hogy mennyivel jobbak ezek a tankok, mint a keleti tankok. És erre azt mondtam, hogy ezek pont úgy, a legmodernebb nyugati tank pont épp úgy fog égni, mint a legócskább keleti tank. Ha csak nincs felszerelve ezekkel az aktív védelmi rendszerekkel. És igen kevés ilyen tank van felszerelve, és ha jól tudom, az ukránnak szárított tankok egyik se. És abban a pillanatban nincsenek felszerelve ezekkel az eszközökkel, a legfényesebb csili-vili Leopard pont úgy fog égni, mint bármelyik T-55-ös ukrán tank, amelyik az ukránoknak az arzenáliából, esetleg a legénységnek több esélye van az életben maradása, ennyi lesz a különbség. Tehát én eleve próbáltam lehűteni a lelkesedést, és ez egyik dolog. A másik dolog, ez az aknák háborúja, és a hadmérnökiek háborúja. És látjuk azt, hogy az ukránok eleve gyengeséggel kezdték ezt a háborút. Tehát én az első pár órában ez volt az egyik legfontosabb dolog, amire fölfigyeltem, az aknaszedő, tehát az aknáknak a pár bajára mondjuk, hogy az ukránok is aknásítanak az orosz vonalak mögött, az oroszok is igen hatékonyan használják az aknákat, de viszont az oroszok egy helyben vannak, tehát nekik sokkal kisebbek az aknaszedési kihívásai, mint az ukránoknak, és az ukránok pedig, hogyha nem tudják ezt a problémát megoldani aknaszedőkkel, akkor igen nagy probléma lesz előre haladniuk ezen a fronton. Ugye most péntek, hétfő reggel van, és vasárnap óta orosz és ukrán források is beszámoltak arról, hogy komoly veszteségek árán ugyan, de sikerült egy nagyjából 20 kilométeres szakaszon áttörni az első orosz védelmi vonalakat Donyeck megyében. Ez a 20 kilométer, ez soknak számít, vagy kevésnek már csak azért is, mert láttuk azt, amikor pár száz méterenként, vagy pár méterenként haladtak előre, akár az oroszok, akár az ukránok. Ez a 20 kilométeres szakasz, ez mennyire jelent egy fontos állomást? Én csak arról beszélhetek, amit én tudok. Tehát millió híresztelés van, millió mese van ebben a háborúban, úgy pro, mint kontra. Tehát ami az én legjobb tudomásom szerint, jelenlegi tudásom szerint a következő a helyzet. Minden ilyen védelmi vonal előtt van egy mobil, egy mozgó ütközési vonal mondjuk úgy, ahol nem annyira sáncokról van szó, meg tankcsapdákról, meg előre képített fizikai védelemről, hanem inkább egy ilyen gyorsan mozgó védelmi vonal. Emögött van az első védelmi vonal, és emögött jönnek a további kiépített védelmi vonalak. Ez én legjobb tudomásom szerint, amit az ukránoknak sikerült elérni, sikerült behorpasztaniuk, vagy áttörniük ezt az első mobilis védelmi vonalat, amelyik az ütközési vonalat tulajdonképpen, most ilyen héber kifejezésekből fordítok, elnézést kérek, hogyha nem a magyar szaknyelvet használom, tehát ezt a mobilis védelmi vonalat tudták elérni, még nem értek el az első kiépített védelmi vonaláig az oroszoknak. Elfoglaltak néhány települést, és ezek a települések nagyon hasznos ugródeszkaként szolgálhatnak a további támadásokhoz, hogy ez sikerülni fog, vagy nem ez a jövő meséje. Tehát én, ez, amit én tudok, lehet, hogy vannak újabb fejlemények, eltelt egy éjszaka azóta, lehet, hogy én nem vagyok teljesen naprakész, de én a legjobb tudomásom szerint az ukránok még el sem érték az első kiépített védelmi vonalat. Nem látunk például képeket, hogy ilyen tankcsapdákon akadnának föl harcjárművek, vagy hasonló. Tehát ebből is arra következtetek, hogy még a nyílt terepen folyik a harc a védelmi vonalak előtt. Talán annyi friss hír van, hogy a Blahodatne falu fölött már ukrán zászló leng. Kérdés, hogy ez jelente bármit egy kis falu esetében? Ez igen sokat jelenthet, hogyha az a falu egy fontos közlekedési csomópont, vagy pedig egy olyan a topográfiailag egy olyan magas területet foglal el, ahonnan a környező területet ellenőrzi. Mikor legutoljára megvizsgáltam a térképen, ilyen topográfiai térképeken az ukránoktól által elfoglalt két, vagy három, vagy négy falut, akkor azt láttam, hogy ezek általában alacsony területen vannak, amik úgy
megfigyelés, mint tű szempontjából a környező magaslatokról ellenőrzés alatt állnak. Tehát itt megint csak azt tudom mondani, mert már többször elmondtam, hogy minden háborús tevékenység egyfajta cserekereskedelem, tehát életeket adunk területekért, vagy életeket adok tűzérség, hogy azért takarékoskodjak a tűzérségi eszközeimmel, tehát van mindig egy ilyen kiegyensúlyozó játék, és én nem hiszem, hogy az oroszoknak az lenne a célja, hogy minden négyzetmétert megvédjenek. Az orosz logika, ezt is már többször elmondtam, az oroszok a háború sikereit a halott ukránokban mérik. Abban, hogy mennyire tudják ledarálni az ukrán hadseregnek a védelmi erejét, az, hogy ez most 10 kilométerrel előrébb vagy hátrább történik, az olybán mindegy. Az ukránoknak mindenképpen sikereket kell fölmutatni úgy politikailag, továbbá a dolog lényegét nézve, hogy felszabadítsák az országokat. Tehát én így látom ezt a konfliktust, és én azt hiszem, hogy azt a 20 kilométert nem mélységbe értette az, aki ezt a hírt közölte, hanem szélességben. Egy 20 kilométer széles fronton haladtak előre, 1 kilométert, 2 kilométert, ez nekem logikusabbnak tűnik, mint egy 20 kilométeres katlan. Ha már a cserekereskedelmet említetted, ez nem kereskedelem, hanem hadifogói kérdés, hogy ugye elvileg a magyar kormány közbenjárásának köszönhetően kárpátaljai magyar hadifoglyokat adott át Oroszország, méghozzá Magyarországnak. Ugye van ennek egy politikai vita része, amiben itt szerintem az Ultrahang csatornáján nem menjünk bele, lévén, hogy belpolitikával nem szoktunk foglalkozni. Engem inkább a biztonságpolitikai meg külpolitikai része érdekel, hogy mennyire újdonság az, hogy elvileg egy másik országnak is az állampolgára, így feltételezhetjük, hogy ők kettős állampolgárok, és hogy aztán valamilyen folytán ők ki tudnak szabadulni a hadifogságból. Mennyire általános ez, vagy mennyire újdonság? Ez nincs ebben semmi újdonság, hogy egy harmadik ország közbejár hadifoglyokért. Egy klasszikus példa erre a magyar történelemből, a spanyol polgárháború alatt fogságba estek spanyolosok, mondjuk úgy, és a szovjet kormány közbejárta, aztán egy részüket a franciák is internálták, Port Vernébe egy internáló tábor, és ott internáltak ilyen magyar harcosokat, akik elmentek a polgárháborúban harcolni, és a szovjet kormány közben járt, hogy ezeket szabadon engedjék, és többek között Münich Ferenc volt az egyik ilyen figura, egy ismertebb név a magyar történelemből, akit így engedtek szabadon ebből az internet, nem hadifogó, inkább internáló tábor volt. Tehát van sok ilyen példa ezekre a dolgokra, nem egy egyedülálló eset a történelemben. Ami érdekes a hadifoglyokkal kapcsolatban, nincsenek adataink, nincsenek pontos adataink, hogy hány hadifoglyot ejtettek az ukránok, és hányat az oroszok. A publikusan közölt és elfogadott adatokban én azt láttam, hogy az oroszok 23-24%-kal több hadifoglyot ejtettek. Ezek olyan adatok körülbelül, mint az Oryxnak az adatai. Tehát nagyon-nagyon részleges és nagyon-nagyon bizonytalanok, de ez van, ezekkel az adatokkal tudok dolgozni. És miért lényeges ez az adat? Általában van egy történelmi mintázat, ami azt mondja, hogy az a fél, amelyik több hadifoglyot veszít, tehát több hadifoglyot hagy az ellenség kezébe, az több halottat is veszít. Tehát ebből lehet következtetni arra, hogy az ukránoknak valószínűleg több halálos áldozata van ebben a háborúban, mint az oroszoknak. Tehát egyetlen egy olyan példát találtam a történelemben, mikor ez a mintázat nem állta meg a helyét, az irak-iráni háború. Ott volt egy ilyen anomália, az összes többi háborúban nagyon egyértelmű a mintázat. Aki több hadifoglyot veszít, az több halottat is veszít. Pedig akár azt is gondolhatnánk, hogy nem halnak meg, hanem fogságba esnek, és talán fogságba esni egy fokkal jobb, mint meghalni, főleg, hogyha kiszabadulnak. Hát igen, mondjuk a más világról még senki nem jött vissza, de hát nem, senki az egy túlzás, mondjuk úgy, de általában nem jönnek vissza, de hadifoglyi táborból általában legtöbben túlélik még az igen mostoha körülmények között tartott hadifoglyokat is. De szeretnék még egy dolgot megjegyezni. Azt hiszem, hogy ebben a háborúban mi rengeteget foglalkozunk az irrelevánssal, és nem beszélünk a lényegről. Mindenki ezeket a leopárdokat, meg a Bradley-ket, meg ezeket a hülyeségeket számolja, ez teljesen mellékes. Nem ez a lényege a háborúnak. Nem ez a lényege. Tehát Izrael se élvezett minőségi fölényt a szárazföldi haderejében egész a 70-es évek közepéig. Tehát gyakorlatilag minőségi hátrányból vívtuk ezeket a háborúkat. Viszont ami a lényeg ebben a háborúban, az a légi fölény. És nekem úgy tűnik, hogy a hadjárat eleje óta egyértelműen, legalábbis a lokális légi fölény egyértelműen az oroszoké. Látjuk a drónoknak a használatát, amit nem sikerül az ukránoknak megakadályozni. Elektronikai hadviselési eszközökkel sikerült ezt elérjek, hogy ezt az oroszok mindenképpen elektronikailag uralják a légi hadszintérnek ezt a legalacsonyabb szintjét, és mikor hallottunk arról, hogy lelőttek egy orosz repülőgépet.
Tehát én még nem, most hirtelen így csípőből mondom, amit mondok, azt lehet ellenőrizni utána, de nem hallom ezeket a híreket, hogy ezek a Kamov helikopterek, amik ezt a rengeteg áldozatot szedik a páncélosok körében, ezeket lelőtték volna. Tehát úgy látszik, hogy az oroszok sikerült megoldják ezeknek a mentpecceknek a problémáját, szintén elektronikai hadviselési eszközökkel, és gyakorlatilag a következő szintje, a drónok fölötti szintje a hadszíntérnek, ahol a harci helikopterek tevékenykednek, orosz felségterületté vált. És nekem úgy tűnik, hogy kialakulóban van legalábbis egy lokális légifölény. Most ez miért fontos, és ez itt az utolsó gondolat. Épp most dolgozok egy elemzésem, ami avval foglalkozik, hogy mi a korreláció a háborúk megnyerése és a légifölény között. És egyelőre azt találtam, hogy az esetek döntő többségében, talán két ilyen esetet találtam, ahol a légifölény hiánya ellenére is egy állam megnyert egy háborút, van egy egyértelmű mintázat, aki a légifölény, az nyeri meg a háborút. És ezt látjuk most kialakulóban. A kérdés itt az idő, hogy mennyi idő alatt, tehát onnantól, hogy kialakítja a légifölényt, még mennyi idő kell neki, hogy megnyerje a háborút? Hát először is nem tudom, tehát ez a férfias válasz, férfias beismerés annak, hogy fogalmam nincs, másrészt a légifölény, ez nem egy örök lakás. Tehát az egyik fél megszerezheti a légifölényt például a keleti hadszíntéren a második világháború elején egyértelműen a németeké volt a légifölény. A háború vége felé ez egyértelműen az oroszok kezébe került a légifölény. Tehát ez nem egy örök lakás, ez nem egy olyan dolog, amit az ember ráírják a telekönyv hivatalba, és akkor most akkor a tied a légifölény a kataszteri térképeken. Ez nem így van. Ezt meg lehet szerezni, el lehet veszíteni, és van egy általános légifölény, és van egy lokális légifölény. Nekem úgy tűnik, és ez szerintem a lényeges, erről nem beszélnek eleget az elemzők, meg a szakértők, hogy úgy tűnik, hogy az oroszoknak sikerült kialakítani egy lokális légifölény. Mi utoljára ugye múlt hétfőn beszélgettünk, kedden reggel volt a Kahovkai gátat érintő robbantás, ugye nagy a vita, hogy mi is történhetett. Így most már közel egy héttel később, te hogy látod, mi a gátrobbantásnak a tanulsága? Én azt hiszem, hogy a legfontosabb tanulság az, hogy ezek a kritikus infrastruktúrák, ezek töltött fegyverek, amiket mi magunk építünk ki, és ráirányítjuk a saját halántékunkra, és aztán panaszkodunk. És nem védjük meg őket eléggé. Tehát ez a gátrobbanás, ez lehet az első lépés egy sorozatban. Megtört ez a tabú, hogy ezeket a nagy gátakat is át lehet szakítani, és hogyha mondjuk ad abszurdum, most csak feltételezek, nem tényt rögzítek. Az ukránok vágták el ezt a gátat azért, hogy csökkenjen a vízszintje a folyónak, a Dnyepernek, ott a Zaporozsia környékén könnyebb legyen átkelni ezt a folyó akadályt, akkor most az oroszok miért ne vághatnák át a következő gátat? Nyilván van 6 ilyen gát. Most jött is egy friss hír, hogy a Mokrijali folyó gátját is az ukrán jelentések szerint az oroszok felrobbantották, ezzel kisebb áradásokat okozva a harcok közelében. Hát ilyen kisebb gátrobbantások ezek voltak szép számmal. Tehát így kezdődött a háború. A háború második napján az ukránok átvágtak egy gátat, elárasztottak egy falut, hogy megállítsák az orosz előrehaladást Kijev felé. Tehát ez nem egy újdonság. A Novakahovkai gát átvágása az egy nagyságrendbeli változás volt. Tehát ez volt a különbség. És én azt hiszem, hogy ilyet könnyen láthatunk a továbbiakban is, hogy ha harcok hullámzani fognak, akkor igen nagy lesz a kísértet. Nincs már meg ez a lélektani gát, mondjuk úgy, hogy ne vágjuk át ezt a gátat, a következőt, és utána van még a fölött is van egy gát a Dnyeperen, tehát ez nagyon hamar oda juthatunk, hogy Ukrajnát visszaprimitivizáljuk a vízrajzilag legalábbis a 100-150 évvel ezelőtti időkbe, és ez egy sokkal-sokkal szegényebb, sokkal-sokkal földhöz ragadtabb ország lesz utána. De mennyire tartod azt veszélyesnek, hogy nincsen gát a szó minden értelmében? Tehát, hogy most már nincs az a vörös vonal, amit szinte ne lépnének át a siker érdekében. Hát én azt hiszem, hogy rengeteg gát van. Ez a legfontosabb gát az atomfegyverek. Ez vegyi fegyvereket se látunk bevetni ebben a háborúban. Már voltak kisebb megmozdulások könnygázgránátokkal, de elmondható, hogy nem vetettek még be tömegében vegyi fegyvert ebben a háborúban, atomfegyvert se. Tehát gátak még vannak. Műholdakat se pusztítottunk el, még nem lőttük le egymást műholdjait. Az oroszok még nem támadták meg a NATO-nak azokat a hírszerző légieszközeit, ahol amikben emberek is ülnek. Tehát drónt, kilőttek már egy drónt, az egyértelmű, hogy azt a drónt lekapták a levegőből, és látjuk is, hogy azóta a NATO sokkal óvatosabban kezeli ezeket a dolgokat, de van még egy egész sor gát. Tehát a Clausewitzi elmélet szerint a háborúban nincs semmilyen gát, és ez az erőszak a végsőkig elvived. De ez csak egy ilyen elméleti konstruktum. A gyakorlatban mindig nagyon távol vagyunk ettől. Még a második világháborúban is, ami az egy történelem egyik legtotálisabb háborúja volt, nem vetettek be például biológiai fegyvereket, vagy vegyi fegyvereket.
Visszatérve még egy kicsit a háborúhoz, ugye te is többször beszéltél arról, hogy sem az ukránok, sem az oroszok hadsereg tekintetében nem ugyanazzal a hadsereggel rendelkeznek, mint akár egy évvel ezelőtt, vagy fél évvel ezelőtt, hiszen cserék voltak. De hogy látod a mostani hadseregnél, milyenek az orosz, és milyenek az ukrán kiinduló pontok? Miben változott akár a korábbi támadásokhoz képest? Én, amit látok, az orosz felet nagyon nehéz megítélni, mert statikus állásokban vannak beállítva, és inkább tűzzel dolgoznak, mint manőverrel. Tehát ez mondjuk könnyebb. Mondjuk ez sokkal-sokkal könnyebb. Ez, amit el tudok mondani az oroszokról. Azt is lehet látni az oroszok működésén, hogy a légierő egyre inkább egyre merészebb taktikákat alkalmaz. A helikoptereket, meg a harci repülőgépeket hosszú hónapokon át ilyen repülő aknavetőként használták, egész alacsonyan repülve átlökik mondjuk úgy a tölteteket a határ túlsó oldalán, de igyekeznek nem felfedni magukat az ukrán légvédelemnek. Most látjuk, hogy sokkal merészebben dolgozik az orosz légierő. Mit lehet még elmondani az oroszokról? Én azt hiszem, hogy nagyon hatékonyak ebben a tűz és a hírszerzési koordinációban, tehát abban a pillanatban észlelek egy célpontot, utána milyen hamar tudom megsemmisíteni, ezt az időt sikerült, igen, számottevően összezsugorítaniuk, tehát ezek a fejlődések, amiket láttunk. Az ukrán félelem, amit látok, az inkább egyfajta tapasztalatlanság az aknazárak áttörésében. Látszik, hogy olyan csapatokról van szó, akik először harcolják meg ezeket a harcokat, és a tragédia az, hogy a nyugaton sincsenek szakértők, akik ilyen típusú harcokat harcoltak. Tehát kiépített profi módon tartott védelmi vonalakat utaljára az Egyesült Államok, mert Izrael tört át ezelőtt évtizedekkel. Senki más a nyugaton. A nyugat tud vadászni terroristákra, meg gerillákra, semmi más nem tudunk. Esetleg kibertámadásokat, kibercsapásokat mérni. Úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy akik tanították az ukránokat, azok többet tudnak, mint az ukránok. Én biztos vagyok benne, hogy egy ukrán harcos, vagy egy ukrán katonai vezető sokkal-sokkal tapasztaltabb és bölcsebb a modern háborúban, mint azok, akik tanítják ott az Egyesült Államokban, vagy a briteknél. Talán az is alátámasztja, amit mondasz, hogy amikor szimbolikus csapásokat kell végrehajtani egy létesítmény ellen, egy ember ellen, stb., akkor azt sikeresen megteszik az ukránok. Amikor viszont ez van, hogy felőrlő hadművelet, vagy kiépített állásokon kell áttörni, akkor már jóval nagyobb a kihívásuk. Hát de ez nem kunszt. Ha belegondolunk, mikor el kell rabolni Eichmannt, vagy meg kell ölni Saddam Husseint, vagy valami ilyesmit, akkor egy nemzetállamnak az egész ereje, tudása, potenciálja egy késnek a hegyében összpontosul. Egy bizonyos ponton összpontosul, és ez nem kunszt. Tehát ez sem működik mindig tökéletesen. Látunk egy sor bakit, főleg ezekben a hírszerzési akciókban, ilyen különleges alakulatoknak az akcióban mindig vannak bakik. De ott gyakorlatilag egy pontra összpontosul. Viszont a tömegháborúban ott millió ilyen pont van, ahol profinak kell lenni, és ez sokkal-sokkal nehezebb. Ez nehéz mindenkinek. Hát még egy gondolat ebben a témában, én azt hiszem, hogy az oroszoknak van egy óriási előnye nyilvánvalóan a tüzérség és a légierő terén, de a hadmérnöki szakmában is én azt hiszem, hogy van egy igen számottevő úgy eszközbeli, mint tudásbeli előnyük az ukránokkal szemben, és ez igen nagy probléma Ukrajnának. És van olyan, amiben viszont az ukránoknak van előnyük? Kétségtelen hírszerzésileg. Azt hiszem, hogy ami a hírszerzést illeti, van egy egyértelmű ukrán előny, főleg a nyugati támogatás miatt, talán a digitális harcvezetésben. Tehát azok a rendszerek, amik átlátszóvá teszik, vagy ilyen számítógépes játékát teszik a harcteret. Én azt hiszem, hogy ezen a téren is az ukránoknak van egy igen, igen komoly ereje. Az oroszoknak nem sikerült ezeket a digitális harcvezető rendszereket nem annyira kiépíteni, mert technikailag megvannak ezek az eszközök. Csak ebben a hatalmas hadseregben nem sikerült ezt beágyazni, elültetni, és megtanítani mindenkit ezeknek a használatára. Tehát én itt látok egy komoly előnyt az ukránok részéről, és ez abban nyilvánul meg, hogy mikor beszorzod egy ilyen digitális rendszerrel egy hadseregnek az erejét, akkor egy tank két tankot ér, mondjuk úgy. Ez a digitális rendszer egyébként mennyire fontos a háború szempontjából, meg úgy kell ezt elképzelni, mint például van egy szerkesztőség, és akkor használ egy programot, azt mindenkinek meg kell tanulnia, mondjuk a főszerkesztőtől kezdve a szerkesztőségi rendszerben dolgozó legalsó korrektor, vagy most nem minőséget mondok, csak mondjuk a szerkesztőségi láncolatig, és akkor ott vannak különböző szoftverek, akkor az egyiken ezt a gombot kell megnyomni, de a
másikon azt, és akkor azt lehet, hogy nem is tudja mindenki megnyomni. Ez ugyanígy van mondjuk egy hadművelet esetében is? Igen, abszolút, talán a legjobb példa lenne ennél egy olyan szoftver, amelyik menedzseli egy ilyen futárcégnek, mondjuk a UPS-nek a teherautó flottáját. Ha van egy ilyen szoftver, és látom minden teherautómat, akkor tudom optimizálni a dolgokat. Tudok célpontokat, vagy címeket, lakáscímeket adni digitálisan, nem kell telefonon, hogy a Kossuth utca 1 vagy 5, vagy nem hallottam pontosan a telefonban. Nem, az digitálisan megjelenik. Viszont ha nincs egy ilyen rendszer, vagy ez a rendszer csak ilyen részekben létezik, akkor sokkal kevésbé hatékony a teherautó flottának a kihasználása. Nekem az a benyomásom, és ez igen részleges információn alapul, hogy az oroszoknak nem sikerült teljesen meglépniük ezt a lépcsőfokot, és itt talán az ukránoknak van egy előnye. Tehát XY lát valahol egy célpontot, az digitálisan át tudja adni egy drónnak, egy repülőgépnek, egy tüzérségi egységnek, egy pillanatok alatt. Nem kell rádiókon át magyarázni, hogy kérem a koordináta, és akkor mond egy tíz számból álló számsort, hogy ez a koordináta. És ez a technikai lemaradás miatt van így, vagy az Oroszországnak az úgynevezett paranoiája miatt, hogy félnek attól, hogy lehallgatják, meg az informatikai rendszer az áttörhető, meg egyébként is bonyolult. Tehát, hogy minthogyha tényleg az oroszoknál, úgy, hogy közben az orosz hekkerek világhírűek ráadásul meg voltak orosz fejlesztések, mintha ezen a területen most tényleg le lennének maradva. Én azt hiszem, hogy az oroszok végrehajtottak egy sor nagyon hatékony kibertámadást, például a Starlink műholdaknak a földi termináliai ellen. Nem a műholdakat lőtték ki, hanem azokat a termináloknak a szoftverét, amik a terepen az ukránokat kiszolgálják, és ebben igen hatékony, igen komoly előnyre tettek szert. Én azt hiszem, hogy az oka annak, hogy ezt az oroszok ennek nem adtak magas prioritást, ennek vagy például a drónhadviselésnek, egyszerűen az, most tudom, hogy egyesek nem fogják szeretni ezt a választ, amit mondok, de Oroszország nem készült egy támadó háborúra. Oroszországnak voltak különleges alakulatai, volt egy profi légiereje, egy kis minőségi hadsereg, egy óriási ilyen dinoszaurusz, amelyik gyakorlatilag arra volt kiképezve, hogy a határokat tartsa. Oroszország nem készült egy ilyen támadó háborúra, ami egy sokkal, egy teljesen másfajta hadserege, teljesen másfajta harcfölszerelést igényelte, teljesen másra készültek. A 2022. februári kaland az egy hírszerzési akció volt, némi katonai erővel megtámogatva. És akkor kellett fogni ezt a penge különleges, nagy minőségű különleges részét az orosz hadseregnek, ami bele volt ültetve ebbe a régi dinoszauruszba, és megpróbálni ezt az egészet összegyúrni, és ebből csinálni egy modern hadsereget, amelyik támadni is képes. És ez a folyamat még mindig tart. Nem véletlen, hogy az oroszok nem támadtak, és nem véletlen, hogy röhögtem azon, mikor a téli vagy a januári orosz offenzíváról beszéltek az oroszok, nincsenek erre fölkészülve. Talán még a következő térre se lesznek ott, hogy egy komoly offenzívát elindítsanak. Talán, nem vagyok benne biztos, ezen a télen biztos még nem voltak ott. Meg a kérdés, hogy egyáltalán akarnak-e bármikor olyat indítani? Én biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb nekik is át kell menniük egy támadó hadviselésre, de az első dolog az, hogy nincsenek még erre fölkészülve, a hadseregük még nem áll erre készen szakmailag. Másrészt pedig sokkal olcsóbban le tudják darálni az ukrán hadsereget ebben a helyzetben, mint egy gyorsan mozgó támadó harcformában, amire az ukránok épp olyan fölkészületlenek, mint az oroszok. Na még egy témát behoznék, aztán jönnek a hallgatói kérdések. Pontosan egy hónap múlva, július 11-12-én Vilniusban NATO csúcs lesz, ami talán azért is fontos, mert mostanában egyre több NATO országból lehet hallani ilyen villanásszerűen és inkább ötletszerűen, hogy sokkal aktívabban kellene támogatni Ukrajnát, akár kiképzett katonákkal is, nem feltétlenül hivatásosokként, hanem zsoldosokként vagy önkéntesekként odaengedni őket, de te vársz-e bármi olyan sorsdöntő döntést a NATO csúcstól, ami akár így alapjaiban megváltoztathatja Európának és a háborúnak a menetét? Én azt hiszem, hogy a nyugaton két vívóiskola van, legalább kettő van, tehát mondjuk két fő vívóiskola van. Az egyik vívóiskola azt mondja, ezt látjuk a Foreign Affairs-be, ezeket a hangokat főleg az Egyesült Államokból halljuk, Franciaországból is bizonyos szinten, amik azt mondják, hogy ki kell találni valamit. A totális győzelem az elérhetetlen. Tehát győzelem itt nem lesz. Tehát szükség van egy endgame-re. Tehát mi lesz az a végállapot, amit el akarunk érni, és meg kell azt határozni, és el kell kezdeni dolgozni a végállapot felé. És akkor ilyenkor persze elmondják az egyház idevágó buláját, hogy támogatni fogjuk Ukrajnát, NATO-tagság, meg EU-tagság, meg vannak ezek a kötelező, mint a
mint a középkori egyházakban, vagy mint a kommunista szemináriumokon el kell mondani ezeket a kötelező szövegeket, ezeket az imamalmokat, meg kell forgatni az imamalmot, de a lényeg az, hogy le kell zárni a háborút, mert ez nem egy jó irányba, és valamilyen kompromisszumot kell kötni. Tehát ezek a realisták. És van egy idealista vívóiskola, akik még mindig azt mondják, hogy ez most Ann Applebaum talán ismertebb, nem is a legprominensebb, de a legismertebb képviselője ennek a keresztes hadjárat üzemmódnak, akik azt mondják, hogy igen, csapatokat kell küldeni, és akkor látjuk ezeket a híreszteléseket, hogy Lengyelországban behívtak katonaorvosokat, és ilyen egészségügyi személyzetet, Ukrajnában képeznek ki orvosokat, és ilyen, tehát őket vetnék be, nem Ukrajnában, bocsánat, Norvégiában, és őket vetnék be Ukrajnában, rengeteg ilyen apró híresztelést hallunk. Most a kérdés az, hogy melyik iskola fog győzedni, melyik vívóiskola fog győzedelmeskedni ezen a konferencián. Én azt hiszem, hogy végül is, mint a NATO-ban általában az lesz, amit az amerikaiak akarnak. És az egyáltalán nem kizárt, hogy az amerikaiakat nem zavarja az, hogy Európa jobban belesüppedjen ebben a háborúban. Tehát meg kell érteni valamit a nagy stratégia vagy a geopolitika szintjén a háborúval kapcsolatban. Tehát Amerikának van egy Kína problémája, igaz? De Európának nem volt egy Kína problémája. Most akkor kellett generálni Európának egy olyan problémát, hogy a függőségét Amerikától jobban átérezze Európa. Tehát tudatosítsuk az európaiakban, hogy Amerikától függnek. Erre egyetlen egy mód van, az, amit most látunk. És erre azt szoktam mondani, hogy ameddig Amerikának lesz egy Kína problémája, addig biztosak lehetünk abban, hogy Európának lesz egy Oroszország problémája, erről gondoskodni fognak. És ez a logikája a dolgoknak. Amerikának szövetségesekre van szüksége Kínával szemben, ez elképzelhetetlen, hogy mikor Amerika egy ilyen hosszú távú megméretetésre készül Kínával, akkor Amerikának az európai szövetségesei vigan kereskedjenek, és meghízzanak, és rugodzanak, mint Jesurun a kínai pénzen hízzanak meg. Tehát ez az amerikaiak szempontjából ez elengedhetetlen, és akkor tudatosítani kell az európaiakban azt, hogy ki ad nekik enni. Na jó, jönnek akkor a hallgatói kérdések. Az első így szól. Szép napot kívánok egy napos Sámsonkertből. Roberttől szeretnék kérdezni. George Friedman írta, hogy Magyarországnak addig jó, amíg tart a háború, mert ha az oroszok nyernek, akkor mi lehetünk az ütköző zóna a NATO és az oroszok között. Ez reális, vagy csak egy terv? Eddig a hallgató első kérdés, aztán folytatom majd. Hát én azt hiszem, hogy Kelet-Európának 7 rossz bármi történik. Ezt már elmondtam többször, 7 rossz, hogyha az oroszok nyerik meg a háborút, 7 rossz, ha az ukránok nyerik meg a háborút, 7 rossz, hogyha Lengyelországból lesz egy ilyen regionális szuperhatalom, amelyik elkezdi érvényesíteni a befolyását, az akaratát a kis nemzetek fölött. Tehát én azt hiszem, hogy más verzió meg nagyon nincs, szóval akkor mondhatjuk, hogy nekünk már mindegy. Hát én nem azt mondom, hogy nekünk mindegy, én azt hiszem, hogy úgy Izraelnek, mint Magyarországnak az érdeke az lenne, hogy ez a háború itt és most véget érjen. Tehát én mindig mondom, hogy engem személy szerint abszolút nem zavarni, hogy az oroszok meg az ukránok hajkurázzák még egymást ott a sztyeppéken 4-10 éven át, csak ez kihatással van, és sokkal szélesebb körre. Kialakul egy orosz, vagy elmélyül egyre jobban egy orosz iráni szövetség, ami minket fenyeget itt a Közel-Keleten, Magyarország egy egyre eszkalálódó háború árnyékában élő, tehát ez se Izraelnek, se Magyarországnak nem jó. Lehet, hogy vannak olyanok, akik a kis pecsenyéjüket sütik itt ennek a háborúnak a tüzében, lehet, hogy vannak, akiknek bejön ez a kalkulus. Én azt hiszem, hogy se Izraelnek, se Magyarországnak, se a többi kis nemzetnek Kelet-Európában ez a háború nem jó, akár így, akár úgy. És a legjobb az lenne, hogyha most itt leállnának a harcok, és megpróbálnánk beszélni egymással. És akkor a kérdés második fele, hogy ha Ukrajna nyer, amit nem hiszek, akkor Ukrajna kreált vádakkal szerintem nekünk támadna, az meg a NATO vége lenne, mert nem hinném, hogy a szomszédaink mellénk állnának. Akkor ki állna mellénk ön szerint? Izrael igen, vagy semleges maradna? Azt hiszem, hogy Ukrajna mindenképpen kreált vádakkal neki fog rontani minden szomszédjának, hogyha háború vége lesz egy Ukrajna. Tehát lesz egy olyan Ukrajna, hogyha megmarad egy Ukrajna a háború végén, amelyik megtartja az önálló cselekvésnek a képességét, akkor az egy frusztrált, legyőzött, neurotikus Ukrajna lesz, és mindenki bele fog harapni, aki a környezetében van. Most a kérdés az, hogy a NATO-nak vége lesz-e, vagy nem. Én azt hiszem, hogy ez az egész NATO fogalmát teljesen feloldottuk ebben a háborúval. Én teljesen másképp látom a dolgot, mint a legtöbb szakértő. Én azt hiszem, hogy abban a pillanatban minden klubot egyetlen egy dolog határoz meg. Az vannak klubtagok, és vannak, akik nincsenek benne a klubban. És mikor úgy állunk hozzá
a külsősök között, mint a klubtagok lennének, és olyan úgy fordulunk, tehát hátat fordítunk olyan klubtagoknak, akik klub, teljes jogú klubtagok, és fizették a tagságot és mindent, és ugyanakkor vannak olyan, a klubnak olyan oszlopos tagjai, akik azon munkálkodnak, hogy ezt a klubot lerombolják, hát én azt hiszem, hogy ez a klub nem megy egy jó irányba, és amit mondok, ezt nem orosz baráti szeretetből mondom, hanem aggodalomból, mert egy erős NATO az nagyon fontos az egész nyugati világnak. És én nem látom itt a NATO-nak a nagy erejét, én inkább a NATO-nak a gyengeségét látom, egyre inkább, hogy ez a konfliktus előre halad, inkább a NATO-nak a gyengeségét látom. Ameddig csak a nagy szavak, a deklarációk szintjén kellett a NATO-t erősíteni, azt mondja, hogy milyen erősek vagyunk, milyen helytállunk, addig minden jó volt. Most, hogy egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy lengyel, vagy norvég, vagy más katonák, NATO államok katonái harcoljanak az orosz fronton, ez a széthúzás egyre inkább érvényesül. A következő kérdés így szól. Tisztelt Robert C. Kastel úr, a kérdésem a következő. Lehetséges-e az, hogy az EU vezetése fél egy olyan helyzet kialakulásától, illetve szeretnék elkerülni azt a hibát, amit a II. Világháború kezdetekor az európai nagyhatalmak elkövettek Hitler terveivel szemben, és még csírájában szeretnék elfolytani egy európai háborús terjeszkedés lehetőségét, nem úgy viselkedni és ringatni magunkat egy hamis illúzióban? Köszönöm szépen a válaszát, tisztelettel Wittig Ferenc. Köszönöm szépen Ferencnek a kérdést. Én azt hiszem, hogy ez az igazolás, amit hallunk erre a háborúra, hogy nem akarunk még egyszer München hibájába esni, és akkor ezt most el kell taposni, ezt az orosz agressziót, stb. Ugyanakkor látunk más agressziókat, amiket mások többek között a nyugat követett el a világ különböző pontjain, és akkor nem látunk föllépni senkit ilyen vehemenciával. Látunk hasonló ilyen háborúkat a világ más pontjain, amiben se a nyugat, és Oroszország nem volt involválva, de akkor nem siettünk fenntartani ezt az elvet. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy ürügy, ez egy kifogás, egy átlátszó és egy olcsó kifogás. Itt látunk az két hatalmi blokknak a harca egy pufferzónáért, ami közöttük van. Ez egy olyan dolog, amit bárki, a történelem bármelyik politikusa vagy hadvezére teljesen megértene egy pillanat alatt, hogyha most egy időgéppel idehoznánk, azt mondaná, igen, van két hatalmi blokk, közöttük van egy semleges terület, mindenki rá akarja tenni a kezét, plusz téma lezárva, ennyi az egész. Minden más az csak celofán, meg mindenféle kifogások, meg mesék, amivel a sok diplomás emberek szórakoztatják a egymást és a többieket. Tehát ennyi az egész. Egy teljesen normális történelmi fölállás. Én így látom ezt a háborút. És akkor a mai utolsó kérdés, az pedig így szólt, tisztelt Ultrahang, Robert C. Kesteltől kérdezném, hogy mit gondol Moldova helyzetéről, valamint arról, hogy a miniszterelnökük szerint országuk területét Ukrajna katonai célokra használhatja fel. Mi ennek a játéknak a lényege, illetve hova futhat ki a dolog, ha Transnistriát is képbe vesszük, amely hivatalosan Moldova része. Köszönöm a válaszát, sok sikert és minden jót, üdvözlettel Levente Debrecenből. Köszönöm szépen a kérdést Leventének. Moldova helyzete igen problémás. Tehát ezt gondolom, mivel nem árultam el semmit. Senki nem szeretne most Moldova helyében lenni, mert ez a háború, hogyha tovább folytatódik, előbb-utóbb be fogja szippantani Moldovát is ebbe a háborúba. Az ukránok nyilvánvaló, hogy szeretnék rátenni a kezüket arra a hatalmas lőszerraktára, ami Ukrajnában van, elfelejtettem a településnek a nevét, mindjárt eszembe jut, ami Transnistriában van, az egyik legnagyobb ilyen lőszerbázis, orosz lőszereket tartalmazó lőszerbázis a moldovai állam területén, a transznisztriai területen van, meg szeretnék rátenni a kezüket, szeretnék bevonni Moldovát a maguk mellett a háborúba, ugyanakkor én azt hiszem, hogy Moldova mindent meg kéne tegyen, hogy kimaradjon ebből a háborúból. Tehát látunk ott ilyen belpolitikai mozgásokat is, van ott egy nagyon-nagyon erős orosz párti frakció is, tehát van az etnikai megosztottság az országnak, amiket ismerünk, van egy orosz kisebbség, ami eleve rossz ómen Moldova jövőjét nézve. Hát én azt hiszem, hogy itt jó forgatókönyveket nehéz elképzelni Moldova számára. Én azt hiszem, hogy ha én lennék a moldovai vezetés helyébe, megpróbálnám húzni az időt, és megpróbálnám minél inkább kitolni ezeket a sorsdöntő kérdéseket, mert elveszthetik a függetlenségüket egy pillanat alatt. Na, hát ez volt a Korkapcsolás mai adása. Köszönjük szépen, Robert, hogy itt voltál velünk. A kedves hallgatóknak is köszönjük a figyelmet. Várjuk továbbra is a kérdéseket a www.ultrahang.tv/kérdések oldalon. Tartsanak velünk jövő hétfőn, és akkor jelentkezünk Robert C. Kesztellel, de természetesen itt az Ultrahang csatornáján napi két adással jövünk. Mindenkinek szép napot kívánunk, viszontlátásra, viszonthallásra. Tomi, még egy mondat erejéig, hogyha megengeded, egyetlen egy dologra szeretném felhívni a nézőknek, meg a hallgatóknak a figyelmét.
érdemes odafigyelni arra, ami a légi hadszíntéren történik. Kevésbé kell foglalkozni a leopárdokkal, meg a Bradley-kel, meg a különféle bádogokkal a sárban. Amire érdemes odafigyelni, az egyik az a légi hadviselés, a másik pedig az időjárás. Ma például reggel óta esik az eső, Ukrajnában esik az eső, Zaporozsia környékén. Ha erre a két dologra odafigyelünk, a légi hadviselésre és az időjárásra, akkor sokkal inkább meg fogjuk érteni azt, ami történik, vagy ami fog történni, mint az, hogyha a különböző égő bádogokat figyeljük. Ez volt a bocsánat, csak még egy mondat rovatunk. Köszönjük szépen, hogy ezt is elmondtad nekünk.